may 14th at 6 o'clock here in the church the cool a la Pit vine will be

hogy szeretnél elérni az alkamra, akkor egyet az információs osztalat tuds ezzel a gyerekeket is egyben támogatod. Okay, and then also May 26 through the 28. That's Thursday, Friday and Saturday. We will be having a seminar here in the church on Eastern religions. Mai 26-tól 28-ig itt gyülekezetben ez hétközben van. Lesz egy sorozat, ami a meg sorozat a keleti vallások témájában. Our speaker's name is Ellis Potter. He's from the UK. Alice Potter lesz az előadó, aki Nagy-Britániából érkezett. Again, he is a former Buddhist turned Christian who now teaches all over the world on Buddhism and Eastern religions, Eastern philosophies. Should be really great. Tehát nagyon jó előadóról van szó, aki nagyon sokáig buddhista vallást hirdette, aztán megtért, és most pedig a keleti vallásokról tart mindenféle előadássorozatot, és szerte járva a világban. And uh, so uh, we have a, as well a flyer on the event. You can pick one up out in the foyer. Erről is készült egy szórólap, és ezt is kint az előtérben magatokhoz tudjátok venni. This is a great opportunity for us, so take ez, it. Ez megint egy nagyon jó lehetőség, amit érdemes kihasználni. Our information table is still looking for people to join the team. If you're interested, just go to the information table, I guess. Az információs azt a szolgálata keres változat tudatlanul jelentkezőket, akik csatlakoznának. Ha szeretnél csatlakozni a szolgálathoz, akkor az információs asztalhoz megy oda. Hozzá. And our, our oda. media ministry is looking for an engineer. That's very specific. Uh, if you're good at fixing things, go to the information table. We Amid, have broken things for you. A média misszió keres nagyon specifikus a uh, tudással rendelkező embert, mérnökembert, aki tudna segíteni a szolgálatban a különböző lerobbant, elromló dolgok Igen. megjavításával. Tehát elég sok minden tudnánk adni annak, aki csatlakozna okay, ezzel Na, no. igen. Would you turn in your Bibles, please, to 1 Corinthians chapter 9? A Korintusi első levél 9. részén egy is ki a Bibliátokat. 1 Corinthians chapter 9. Tehát egy Korintus 9-ben vagyunk. We are studying through the book of 1 Corinthians, and this is where we are. Egy Korintusi levelet tarulmányozunk most, és ehhez a részhez értünk a mai napon. Now, as you're turning there, let me remind you since chapter 7, Paul has been answering questions that the Corinthian Christians had asked him. ugye hadd emlékeztelesselek titeket, hogy a hetedik résztől kezdve azokat a dolgokat vesszük át, amit Pál leírt a korintusiak kérdéseire válaszolva. Questions of marriage and divorce. Ugye a házasságról tettek föl neki kérdést, meg a vállással kapcsolatban. Relationships. A különböző ka emberi kapcsolatokkal kapcsolatban. Last week we looked at chapter 8 where he dealt with the question of meat offered to idols. A múlt héten megnéztük a bálványáldozati hús kérdését. And again, of course, we're not so concerned about meat offered to idols today Ugye, directly. But Christian liberty what can I and what can't I do as a Christian? De that is the De ugye az, hogy mi a keresztény szabadság, mi az, amit megengedhetek magamnak keresztényként, és mi az, amit nem, ez igenis nagyon releváns számunkra. Ha nem voltál itt a múlt héten, akkor tényleg bátorítanák arra, hogy hallgass meg azt a tanítást. And you know, I think that there's a lot more freedom that God has for us that we uh, we tend to

Az nem szabadság, hogy megyek és azt teszem, amit akarok. It's freedom, you know, freedom is to be exercised in such a way that I don't hurt someone else. A szabadság azt jelenti, hogy ezt úgy gyakorlom, hogy közben másokat nem bántok meg vele. And Paul ended chapter 8 by saying, if my freedom would hurt someone, then I shouldn't exercise my freedom. És Pál úgy fejezi be ezt a részt, a nyolcas részt, hogy hogyha az én szabadságom valakinek a kárára van, akkor ezt a szabadságot nem szabad gyakorolnom. So just because you have

Pál a részben a pénzről és a szolgálatról fog beszélni. Money and I know you've been excited about this one more than meat offered idols. Azt tudom, hogy Let's ez a téma a pénz témája, amiről most beszélünk sokkal érdekesebb számotokra, mint mondjuk a bálvány áldozati hús kérdése. So we already locked the doors, you can't get out. Az ajtók It's... már bezárultak, nem lehet most már lelépni. Ez no, a téma. No, no, no. Listen, um, if you've been here for a while. Hogyha church. már egy ideje ebbe a gyülekezetbe jársz, akkor már biztos tudod azt, amit most el fogok mondani, de hadd mondjam el ezt a vendégek kedvéért. We don't talk about money very much. Mi nem sokat a Why? Miért? It's not because we don't like money. Everybody nem azért, likes money. Nem a pénzt, it's a pénzt, because the Bible doesn't talk about it that much. We teach what comes up when it comes up. I have no interest in reminding you every month about money. nem, nem áll hogy minden egyes alkalommal emlékeztessel titeket a pénzzel kapcsolatban Egy kicsit később, majd az ezzel kapcsolatos filozófiánkról is fogunk beszélni. But inevitably, you are from this church, and this is the week you brought, and finally your guest was willing to come. Finally, they were willing to come, and then you hear my theme is money, and you're like, I hate that preacher, I want to kill him. Lehet, hogy már régóta szerettél volna valakit elhozni a gyülekezetbe, végre ma az a vendég megérkezett és eljött, És erre. Mi a téma? A pénz. I Úgy just. Why couldn't he talk about Jesus, you Miért know? Nem well, lehet I, I'll talk about Jesus too. I promise. But, but I just want to really You know, these are these can quite often in 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 many. Uh, christian circles money is a very controversial or frustrating subject i hope to remove that today I hope. Uh, it, it, money should not play that huge of a role in, a, in, a, in church uh, in teaching in going through the word Tehát a, a gyülekezeti tanításban a pénzek nem kell, hogy olyan nagy szerepe legyen, mint téma. témaként nem kell annyira előtérbe kerülni.

Bondage. Now, for Paul to talk about money and his rights and liberties, he's first going to talk about ministry. And he's going to kind of paint a picture of ministry that maybe. Uh,

That sounds és ez elég jó. unalmasnak hangzik. Nem, it sounds jó, ja, nem, ne nekem jó. az jó. Ja, nem, jónak hangzik. Nem. <laughs> nekem nem boring. unalmas, nem, nem, nem. Ja? Ó, nem Ó, mondtam. azt csak én gondoltam. No, it sounds great. <laughs> Neki igen, nekem nem. Tényleg úgy hallottam. Nekem mondtad. jó hangzik. Uh, oh, I'm just gonna study my Bible and pray. Wow, az nagyon jó. Tehát ez nagyon jó. Egész nap olvassuk a Bibliát ne és imádkozunk. <laughs>

90%-uk azt mondja, hogy nincs meg az a képességük, amivel megfelelően el tudnák látni az ő feladataikat. 10 are lying. Ami azt jelenti, hogy 10% meg hazudott ezzel kapcsolatban. <laughs> 70% of fight A pásztorok 70%-a folyamatosan depresszióval küzd. 50% of ministers starting out will not last more than five years. 50%-uk, akik elindul a szolgálatban, az 5 évnél tovább nem bírja a szolgálatot csinálni. Csak az elmúlt hónapban 1700 pásztor uh, hagyta ott a szolgálatát, And 3, people left the church. És, és 3500 ember pedig a gyülekezetét hagyta ott. Okay, when people list what job they would like most, uh, pastor is just above car salesman at Amikor the bottom of the survey. Emberek, uh, Truly. the the second which, I, which is not fair to car salesmen, actually. <laughs> pastor should be the bottom. If you, listen, I had a pastor who told me something about the ministry when I first started. Good advice. egy nagyon jó tanácsot kaptam az egyik pastortól. If you can see yourself doing anything else, then do it. Good advice.

Get a different job. And, and that's kind után. of what Paul's going to talk about here. Paul was being disrespected by the church. Verses 1 and 2, he says, Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? If I am not an apostle to others, doubtless I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Az első két versben ezt mondja, nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, ami urunkat, nem az én munkám eredménye vagy töketi az Úrban. Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságon pecsétje, ti vagytok az Úrban. The question was one of how they were disrespecting Paul. Ugye a kérdés az, hogy hogy, hogy, hogy milyen módon bántak vele tiszteletlenül.

Aren't I free? Now when he says that, he's saying, aren't I free to receive money from you, the church? That's De the context. Nem vagyok én szabad? És ezzel a ezzel a azt, azt mondja, hogy nem vagyok én szabad arra, hogy támogatást kapjak a, a szolgálatra. Now the answer to both questions are yes, he is an apostle, and yes, he had a right to be supported. A kettőre a Igen, mert ő is apostol volt, és meg volt a joga arra, hogy ő

De ő nem egyszerűen csak azt mondta, hogy apostol vagyok, úgyhogy most már gondoskodjatok rólam. He said, listen, aren't you the seal of my apostleship? Aren't you the proof of my ministry? Pál azt mondja a gyülekezetnek, hogy figyeljetek, ti vagytok a pecsétje a szolgálatomnak, ti vagytok a, a bizonyítéka annak, amit csinálok. And the answer to that question is, yeah, they were the seal of his ministry. És ugye ezt kérdésként teszi föl, és erre megint csak, az a, megint csak igen a válasz, hogy igen, ők voltak a pecsétje a szolgálatának. Let me, uh, let me say something up front on, on ministry. I don't believe that just because somebody has a title.

Csak azért, mert valakinek van egy bizonyos pozíció megnevezése, az még magában nem jelent semmit. Paul, Paul isn't trying to say respect me because I have a title. He says, listen, I've been faithful and fruitful in your lives. Pál azt mondja, hogy nem azért akarom a tiszteletet, mert hogy engem apostolnak hívnak, és erre megvan a jogom erre a titulusra, hanem azért, mert, a, mert én hűségesen szolgáltam közöttetek, és ennek megvan a gyümölcse. You know, if, you, if you're looking for You know if you say I want to serve God full time and you need a title then let me give you one servant. Hogy te szeretnél teljes időben szolgálni az urat és azt azmostól hogy ennek kell egy megnevezése az életedben hogy ez micsoda akkor azt mondom, hogy a te titulusod az hogy szolga. Oh no I want to be called pastor. No 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 de én azt akarok hogy pástornak hívjanak. Just be a servant. Te legyél csak szolga if you need if you need a title to make yourself feel better about yourself something's not right we're servants of God you are his child and his servant and so you know whenever you know I've had guys call me before saying hey could you ordain me I'm, I'm pastoring a church could you ordain me? Volt olyan, hogy kaptam felkérést arra, hogy valakit felkenjek, kidevezzek pásztornak, hogy ő már ott egy gyülekezetet vezet, és megkérdezték, hogy akkor felszent. Felszentelni you know, me, Tehát, hogy kézzátétellel kinyilvánítanád de azt, hogy akkor én pásztor vagyok. És akkor arra gondoltam, hogy hát nem hiszem, hogy erre én vagyok a megfelelő. személy. És akkor ilyenkor felteszem a kérdést, hogy mióta vagy pásztora ennek a gyülekezetnek? Three weeks. Három hete. How many people are in the church? És hányan vannak a gyülekezetedben? me and my wife and one other dude. Én a feleségem meg még egy valaki. Um, I don't think you need a title right now, brother. Szerintem testvérem neked még nem ilyen titulusra van szükséged ennél a helynél. Love God and love people and that's good enough. Szeresd Istent és szeresd az embereket és ez így elég is. Ministry doesn't have this built-in thing where we should automatically respect anybody with a title. A szolgálat nem arról a szól, nem arról szól, hogy a szolgáltató nevés, hogy ott van egy titulus, és akkor akinek van titulusa. szolgálathoz kapcsolt idősa, az mind automatikusan tiszteljük és felnézünk. In Golgotha el. and Calvary Chapel, we're not quick to give titles. A Golgotában nem osztjuk ki nagyon könnyen és hamar az ilyen titulusokat. We believe that the Lord can do that. Mert mi abban hiszünk, hogy az Úr erről tud gondoskodni. And then we will then acknowledge what God has done. We don't need to, you know, give these titles. Nincs szükségünk ez ilyen pozícióknak a kitalálására, mert Isten az, aki a munkára elhívja az embereket, és aztán mi meglátjuk a Isten munkáját az ember életében és utána azt mondjuk, na ő akkor ezt is ezt csinálja. And Paul says, Listen, I, I'm an apostle. Pál azt mondja, hogy én apostol vagyok és szabad vagyok és azt, hogy én, azt, hogy én mit végeztem, az, az itt látható közöttetek. A, 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 ti a munkám gyümölcse. Én eljöttem közétek és a feltámadott Krisztust hirdettem nektek. And, and again, the context is I have a right to receive support from you but, but You know, because I'm an apostle—that's his first reason. Yeah, megvan az ő, ebben a kontextusban látjuk, hogy azt mondja, hogy megvan az én okom arra, hogy hogy támogassatok engem, és az egyik ok, az az ok, amit felmond, az maga, maga az, hogy ő apostol. Look at what he says in verses three and four. My defense to those who examine me is this: Don't we have a right to eat and drink? Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírágatnak. Vajon nincs a szabadságunk arra, hogy együnk és ígyunk. You know, I know it's 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 somewhat difficult to understand, but because today we have such a great respect for the apostle Paul, but in his day, many of the churches disrespected him as an apostle. Ugye ezt nehéz van nekünk megérteni, hogy párlapostól a szemben, hogy lehetett tiszteltele bánni, vagy hogy lehetett őt bírágatni, mert ugye mi mennyi, milyen tisztelettel övezzük őt de abban az időben igen is voltak gyülekezetek, akik megkérdőjelezték őt. And Paul says, aren't I worth, you know, food and drink? I think we could probably agree that Paul was worth one or two meals. Certainly. I mean, what, what a ministry this man had. Hogy micsoda egy szolgálata volt ennek az embernek. And yet the church was like, well, you know, I don't know. I don't know if we really need to help him out at all. És akkor a gyülekezet meg mindeközben azon gondolkozott, hogy hát nem is tudjuk, nem is tudjuk, hogy tényleg kéne őt támogatni, kéne őt segíteni vagy Now, nem. Now, let me be clear. Paul is not asking for support. Azért had szögezzem le, hogy Pál itt nem a támogatásért lobbizik, hogy ezt mindenképpen megkapja. He's only using this as an example to say, I have a right to something, but I'm not taking it. Pál itt csak elmondja azt, hogy neki megvan a joga valamire, de ő nem használja ki ezt a joga.

and his wife, és a who were shopping at a grocery store, a And kosztorra. they ran into a from the church. És Small shopping at a grocery you know, everybody, store, you know, everybody's happy, happy. And a the lady you know, kind were of looks in the grocery cart. And she says to a grocery grocery cart do you really need to buy those? <laughs> and the implication there is hey that's my tithe money to buy that i don't know about that. <laughs>

that was the case for Paul in Corinth. És is uh, került Paul's not interested in great wealth. Nem az izgatja, hogy nagyon gazdag legyen. I mean, here he is just saying, Can I get some food? And then verses 5 and 6 Don't we have a right to take along a believing wife as do the other apostles, the brothers of the Lord, and save us? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Az ötödik, hatodik versben így, így folytatja, Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az úr testvérei és képes. Vagy csak nekem is, Barnabások, nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? So here's what's happening, the church is saying, well, you know, Paul, you're not married, so you've got more free time, you can work, and, and you know, we don't need to really help you out. Tehát gyakorlatilag itt arra válsz, amit a gyülekezet feltételezett róla, hogy figyelj, neked nincs feleséged, tehát egy csomó, nincs családod, csomó szabadidőd van, ami azt jelenti, hogy eltarthatod magadat, tehát nincs szükséged a mi támogatásunkra. You know, you and Barnabas, you can go work. Te meg Barnabás, mehettek, aztán lehet állásotok, dolgozhattok. Of course, you started the church, and you started, you know, dozens of churches, and you're traveling all over the uh, Roman Empire, but you can, you know, find a way. Az igaz, hogy egy csobó gyülekezetet plantáltál, meg egy csobó helyre eljutottál a római Birodalomban, Now, uh, but but Peter Safas, he you know, he was clearly being supported, probably the Jerusalem church, or one of the churches, or several of the churches.

De Pál minden mellett nem kapott támogatást. And that was fine. És ez is van. But something interesting happened. De valami érdekes közben történt. Because he wasn't taking that support, he was disrespected. Mivel ő nem, neki nem volt ilyen támogatása, ezért uh, ő volt az, hogy nem, nem uh, adtak neki kellő tiszteletet. As if he were like a second class apostle. Mert hogy ezzel alapján okay. úgy a hozzá, mintha egy ilyen másodosztályú apostol lenne, well, hiszen nem támogatás, nem kap támogatást. Jerusalem doesn't support you, so. Hát ha Jeruzsálemből nem kap Támogatást, akkor most, why would we akkor miért Paul's answer is because I'm not from Jerusalem that's why I'm from you he would say and so these other now by the way uh, just on behalf of you know if you or you, you were Roman Catholic or you know someone Roman Catholic let's just a little reminder Peter had a wife the first recognized pope by, by that church had a wife ex-római katolikus, vagy esetleg római katolikus, hogy Péternek volt felesége. Tehát, hogy az úgymond az első pápának volt felesége. <laughs> Peter traveled with his wife? És Peter utazott, a we, we are certain that he had a wife because Jesus healed Peter's mother-in-law. law tudjuk, felesége, tudjuk, It's impossible to have a mother-in-law. It's mathematics, you Tehát, know. add This kül. is my mother-in-law. Where's your wife? No wife. Ez az, ez az <laughs> <laughs>

Places, you know, I get to invited to go to somewhere, and, and quite often they will invite Joy to come with me. You know, we're not in a season where we could easily do that, but it's nice that they ask. Uh, soxszor van az, hogy mekivás kapok, hogy menjek valahova tanítani vagy beszélni, és énkor, valamikor mekivjak a feleségemet is. Majd, most mi éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor nem olyan egyszerű megszervezni, hogy ő is velem jöjjön, de mindig görülök neki, ha ő is mekivjak. Because I, I don't like to go somewhere to minister, and I feel like half of me went. Hát nem joy. szeretek úgy menni ö, uh, szolgálatba, hogy úgy érzem, hogy csak a egyik felem van a, ott helyileg. You know? And I don't like, I don't like, you know, I used to love, oh, traveling, oh, I get to go here, oh, my goodness, wonderful. Régen nagyon szerettem utazni, hogy fú, ide yes. is eljutok meg, oda is, meg amoda is. And then it's like, you're like, oh no, I have to go. I love to go there, but I don't like to be away from my home. And you know, I, 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 but I'm a, if you travel a lot, do you have a travel mode? I have a travel mode. Like my travel mode is, Give me a book. Or depending on how long the trip is, two, maybe three. And just, I get on, I'm not one of those like um, airplane evangelists. repülő evangélista vagyok. Hát, you know, ez I ki... always hear about repülőgép evangélista. Yeah. Repülő evangélista. Yeah. <laughs> 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 Superman. Hossa. <laughs> oh, <sure. laughs> ja, repülőgép evangélista. Uh, no, you know, like for me, when I get on the plane, I'm not like, you know, how can, you know, I just get you on, know, I want to read my book. Tehát nem úgy megyek föl, hogy ú, nézzük, kit lehet meg evangélizálja, hanem csak a könyvemet akarom, hogy azt olvassam. You know, but I, because I don't, I don't like to be away if I don't have to be. Mert csak azért, mert nem szeretek otthonról távol lenni.

there's that person in the row right behind me just coughing. Not, it's like the ebola virus. just Az and i'm just feeling it on the back of my head. i'm going to die. are going to quarantine this plane before we land. You know. Know. <laughs> in, in that moment, you know, I, you know, and i'm thinking, oh, i could be at home. És akkor ahogy így rám köpi a következő adagot, akkor mindig arra, hogy ha most, ha otthon lehetnék. It's always better. It's I'm just kidding. Az ebola felütötte a fejét. Perfect. Tökéletes idézítés. But you know, it's always like I love like traveling somewhere when my wife is with me. Boy, now that that is that's a vacation. de az vidjarvás, mikor a feleségem is ott van az úton, mert az olyan, mint egy, mint egy vacsola. Peter did that. Péternek erre meg volt a lehetőség. És a gyülekezetek felismerték ennek a jelentőségét, hogy fontos, hogy a pásztorral együtt legyen a felesége. Na, de Pálnak ugye nem volt felesége, és éppen ezért rá nem, nem szántak annyi figyelmet. take a liberty that he had and people disrespected him. nem a szabadságot és ennek lett If you want to take a humbler approach in ministry people will disrespect you. Hogy ha te az alázatosabb utat választod a hogy így így a az eredménye az emberek tiszteletlenül fog, nem adják meg neked a kellő tiszteletet. Right De mégis így kell benne lenni a szolgálatban. Take the servant approach. Hogy mindenhez szolgai módon viszonyulj. Amikor sok sok út van, amin járhatsz, akkor mindig a szolgának az útját válasz. Not the entitled approach.

He had to do so. Ugye Pál azt mondja, hogy ő azért, ő, neki azért van joga uh, arra, hogy, hogy, kapjon támogatást, mert neki erre megvan a szabadsága. The is in verse It's the a második indok meg a hetedik versben van, hogy ez volt akkor a szokás. Who goes to war at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat of its fruit? Who tends a flock and does not drink the milk of the flock? It's just normal is what Paul says here. Reason number three. No, I don't need to hit on that one. It's normal. Okay. Reason number three. It's a principle in the law of Moses. A harmadik indok pedig az, hogy ez a Mózesi törvény alapján jár. Beginning in verse Ezt a nyolcadik versben mondja. Say Vajon csak emberi módon mondom -e ezeket, vagy nem ugyanezt mondja -e a törvény is? For it is written Mert Mózes törvényében meg van írva, a nyomtató ökör száját ne be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Or he for our sakes?

A az ők, arra használták, hogy egy, egy ilyen lapos területen, egy ilyen sík területen ő járjon a, a, a gabonán, és így csépelje, vagy így, igen, csépelje. And, and it would do it all day. És ezt egész nap csinálta az ökör. And the idea of this little proverb, you shall not muzzle the ox while it treads the grain, is this a nyomtató ökör száját ne kösd be. Emögött a szólás mögött a következő van. It would be inhumane to not allow the ox to eat at least a little bit from the labor that it just did. Tehát az nem lenne, az nem lenne tisztességes az ökörre szembe, hogyha egész nap ott dolgozik, és abszolút nem ehetne abból a, a termésből, ami az ő munkának az eredménye. If you wanted the ox to be able to keep working, then feed the ox. Hogyha azt akarod, hogy dolgozzon továbbra is ez az ökör, akkor etetned kell őt. And Paul says, was it written about ox, really, or was it for our sake? És Pálit azt mondja, hogy most ezt tényleg az ökör miatt írták le nekünk, vagy miattunk írták le. And he answers his own question, it's for our sake. És megválaszolja ugye a saját kérdését, hogy miattunk, értünk, iratott ez meg. Those who sow spiritual things into your life ought to be compensated. Azok, akik lelki javakat hoznak bele az életetekbe, azoknak igenis jár a fizetség. For Paul to

question or Ez statement. Ez egy uh, nagyon érdekes kérdés. He says, listen, we have sown life transforming eternal things into your life. Is it too much to ask that you help support us? Azt mondja itt, hogy, idea. hogy mi uh, egy örök életre szóló változást hirdettünk az életetekben, ami, me, egy, ami meg is történt az életetekben, és ezért cserébe olyan nagy dolog, hogyha a földi javagytokból kérünk valamit. And the answer should have been no. That's that would be normal. That's that would make sense. Is hogy az ember valasztást persze nem nagy dolog tényleg, ez ez jár érte. You know, anyone who does a job expects to be compensated for their job. Ugye bárki, aki valami munkát végez, hogy egy senki nem ingyen dolgozik ha valami munkát végez, akkor akkor elvár, hogy azért valami fizettség jár. And what Paul is saying is, I have that liberty to ask

Stolen from the people over and over and over again. Tehát, hogy az idők az a, a híveit, az Go tour every major cathedral in Europe, and those were built on the indulgence money that was raised by the church. Hogyha elmész bármelyik európai városba, és megcsodálod az ottani katedrálisokat, akkor, akkor amit ott látsz, azt, azt tudhatod, hogy, hogy a bűn, bűnbocsátott cédulák árulásából, meg a Purgatórium. Uh, elhagyásából, tehát hogy azt ígérték, hogy purgatóriumban nem kell az embereknek részt venni, hogyha fizetnek, azokból épültek ezek a nagy katedrálisok. And Azok a tudatlan emberek, akiknek nem volt meg a lehetősége arra, hogy olvassa saját maga az ígét, ő elhitte azt, amit hallott, és, és fizetett folyamatosan. And, so, and that's been that has been a common thing it's what keeps so many people away from the church is this thing of well the church just wants my money and, and I have to say that there are those churches that that is true they want your money they you know every every service will be a a great appeal for you to give and if you don't give then we're gonna have to close things down I've heard this on Christian television shows you have to And my view every single time that I've heard them say that is then shut it down. Close És, it down. Akárhányszor ez az ért, hogy be, doors, be kell zárnunk mindent, hanem nem akkor azt mondom, hogy akkor zárd is be az egészet, úgy, ahogy van.

A you should nem never feel manipulated with your time or anything, your money, or never. You should never feel that way. So that's, that's my promise in this church. We will not do that to you. So, so if you feel guilty, that's on you, not me. Ha <laughs> It's wrong.

Nem szabad, hogy úgy érezd, hogy téged manipulálnak azért, hogy te adakozz. Uh, az én uh, otthoni gyülekezetem, Amerikában, has sent Kaliforniában, me out. aki ugye kiküldött engem az anya gyülekezetem. I remember one time hearing my pastor uh, talking about money. Egyszer az, az ottani pásztor, aki az én pásztorom, pénzről beszél. And now at that church they pass around tithe bags. Az know. a gyülekezet az olyan, hogy ott ilyen kis tized dobozokat így uh, kiosztanak az alkalmon, is, az így, kör, az így körbejár. Some of you think, oh my gosh, that's horrible. Mm, that's just kind of normal for a lot of places. Van, aki azt gondolja, hogy fú, ez borzasztó, hogy ezt így körbeadják, de nagyon sok helyen ez normális, tehát ez nem oh, semmi gond. I, I never thought anything of it. Nekem soha nem volt ezzel semmi bajom. And this one week, és aztán volt egyszer egy hét. It was a special event. Egy különleges alkalom volt azon a héten. És a pásztor a szokásos módon mondta, hogy hogy most a kis tized dobozokat így körbeadjuk, és ahogy Isten téged vezet, úgy adakoz. he said, if you're new here. És a hogy ha új vagy most itt közöttünk. Please don't give. Akkor ne adj semmit. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy szeretnél adni. Hogyha ez nem a te gyülekezeted, akkor Te ne and he says, and, furthermore, if you are deeply in need today, go ahead and take a little bit out of the tithe <laughs> bags. I, I swear to you, he said that. And he also said, if you are in need, if you are a little bit tired of your work, then go ahead and take a little bit out of the tithe bags. And the, and the whole church went. Huh? <laughs> and, <laughs> and then he said, seriously. if ha you never higher than And week.: he said, seriously. Tithe was never higher than that week. It's the highest tithe they ever had. <laughs> Why? Because they met a man Who really wasn't manipulate them. Mert találkoztak egy olyan emberrel, akiről tudták, hogy na ez nem fog minket manipulálni. Ami azt jelenti, hogy ha nem manipulál, akkor megbízhatom a pénzügyekben is ő Because Megbízható ember. He cares about doing God's will. Mert őnek az a fontos, hogy Isten akaratát cselekedje. Is ő az egyik ember. Igen, tehát ő a legzsugoribb ember igazából, akivel én valaha találkoztam, tehát nagyon nehezen adja ki a pénzt a kezéből. De isten megaldotta őt. It's a good example. És ő egy jó példa. Now we could tell you, if you're in need, you can take, but you will not get your hands in that box. The hole is too small. <laughs> Na, a, 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 mi nekünk is van tized dobozunk, ami be yes. lehet, adni, de úgy oldottuk meg, hogy kivenni nem lehet belőle. Tehát pici az a rész, ami bele tenni, nem fogod kiszedni. <laughs> so maybe we won't do that. Uh, <laughs> Tehát lehet, hogy ezt a részt, amit itt, amiről beszéltük, ez hogy kivehetsz, ezt mi most itt levakazunk. We, we, we don't want you ever to feel.

hogy jöttem a gyülekezetbe, és akkor hogy adjam oda a pénzedet, de nem, tartsd meg a pénzedet. God isn't broke. Mert Isten nem szorul a mi segítségünkre, ő nem éget le anyagilag. God's doing just fine. He's still on the throne. teljesen, teljesen jól van, köszönjük szépen, ő még mindig ott ül a trónon. This morning he didn't come and you know, oh boy, I hope people give today. Nem úgy jött ide, hogy fú, remélem, ma azért lesz adakozás. All over the world, you know, boy, this is my God. big day. egész világon, ugye, vasárnap, ho-ho, ez az én napom, most jön a pénz. He's not worried. His will will be done. Be free. And that's why I feel free to say this to you. If this is your church, then give. And give generously. Because it's the Lord's, it's Mert, not yours. What does God really want? He wants 100% of you. He wants as much of your time as you're able to give to with him. People always ask me, well, how much money should I give? That's the real question. Give as God leads you. úgy adakoz, ahogy Isten vezet téged. We see in the Old Testament that number of 10%. We always, you know, Christians always talk 10%, 10%, 10%. Ugye a keresztények mindig a 10%-ról beszélnek, a tizedről, mert az Ószövetségben ósz uh, ez így meg van említve. That's a great number. If you, ez listen, is egy jó szám. Listen, the truth is, you know, Joy and I were just talking about this. We need to give 10%, otherwise we're, we're selfish and we just won't give. Tehát so beszéltük erről, hogy a mi életünkben, ezt a 10 magyuk, to, akkor akkor önzőek vagyunk, rájuk akkor nem, akkor, akkor visszatartjuk a dolgokat. It's, Jó az, ha, ha nyit adunk. Well, well, ha azt mondom magának, hogy hát majd úgy adkozok, so, ahogy az, az Úr indít engem, akkor az, annak az lesz a vége, hogy az önzőségem so felülkerekedik. This, this hát, ebben right? a hónapban Isten nem vezetett engem annyira. So I need to kind of hold myself to something. It's, 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 it's a discipline. And De jó, it's good. Az, ez you want to give more. Give more. I promise törbet. you, we won't say no. Biztos, okay. But nor will you ever see us say, "Is that all you're going to give?" it's not going to happen. Hogy, why give? Let's just talk about it for a minute. Why give? Some churches will tell you give and you'll be blessed. And that is partly true. Partly true. But let me, let me say something that's way more true. A bigger truth. Giving is the blessing. Maga az adakozás az az áldás. Because Jesus said it is more blessed to give than to receive. Mert Jézus mondta okay. Az, hogy hogy áldott, hogy jobb adni, mint kapni. So if you give, you know, like putting it into God's bank, hoping to get 300% interest. De hát, hogyha te úgy, úgy akarsz adakozni Istenek, hogy berakod az ő bankjába a pénzedet, és százszerzalékos kamatot kapsz rá. I need that, Lord. TikTok, it's coming. Uram, ketyeg az óra, most már kellene, hogy visszajöjjön valami. I give you five thousand, you give me, you know, come on. Tehát let's... én ezt adtam, Léci, akkor most te valami vissza. You're probably be disappointed. Hogyha te így visszajössz ehhez, akkor valószínűleg csalódni fogsz. Giving is the blessing. Maga az, hogy adakozol abban van az áldás. And that leads to another question: How is giving a blessing? Hogy hogy lehet, a, hogy lehet az adakozás magában áldás? Because I think we could all agree that we really truly believe that receiving is the real blessing. Ugye uh, azt mindannyian egyetértünk szívünkben, hogy kapni azért mégis csak jó, meg How is, how is giving a blessing? De hogy lehet az adakozás az egy áldás és hogy lehet az jó? Two reasons that, that I want to mention. Két két indokot szeretnék erre mondani az egyik. Because it's obedience. Azért mert ez az engedelmességünket mutatja meg. The Lord tells us to give when we give, we're obedient, when we're obedient, we are blessed. Az Úr azt mondja, hogy adakozzunk, amikor adakozunk, akkor ezzel engedelmeskedünk neki, és az engedelmesség mindig áldást von maga után. Obedience brings blessing. The second reason that it's a blessing to give is because it's, it strengthens my faith. You see, you and I are, are the same, I, we don't have money to spare. Mi mindannyian egyformák vagyunk olyan tekintetben, hogy nincs, nincs pénz, amit, right? amitől csak úgy simán meg tudnánk válni, amire nincs szükségünk. At the end of the month, you know, it's not like, oh, I got all this money, let's just give some to the Lord. Oh, végén nem úgy állunk ott, hogy fú, okay. mennyi pénzem megmaradt még, hát akkor csak adjuk oda az Úrnak. No, we're probably all in the same boat that we're like, oh boy, the end of the month is coming and dear God help. Valószínűleg mindannyian úgy a sorba. When does evezünk, hogy hónap végén már nézzük, hogy hú, mikor jön akkor a, a következő havi fizetés és yeah. uram segíts, hogy kibírjam addig. De Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyér él az ember. That means that we can live by faith. Ami azt jelenti, hogy hitáltal

Fizetés alone. <laughs> mert mert hitáltal érünk és nem csak a fizetésünkből. We don't just trust our monthly income. Nem nem csak a havi bevételünkben bízunk. But we trust the Lord. Hanem az Úrban. That is listen. It's hard, but it's never a bad way to live. Ez nehéz, de mégis ennél jobban nem lehetne élni. And I tell you that, and I tell myself that. Ezt neked is mondom, meg saját magamnak is.

be supported though he doesn't want to be supported, but Ugye, he could be if he wanted to Pál itt még mindig azt, azt az indokot mondja, hogy miért, miért is jogosult ő a, a, a támogatásra. Tehát megvan a szabadsága, nem akar vele élni, de igazából élhetne, ha akarna ezért meg ezért. If others are partakers of this right over you, are we not even more? Nevertheless, we have not used this right, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ. Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk

Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Így az Úr is, hogy akik az hirdetik, az but I have used none of these things, nor have I written these things that it should be done so to me. It would be better for me to die than anyone should make my boasting void. Wow. Én azonban ezek közül egyikkel sem értem, de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félremagyarázza. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfássággal vagyok megbízva. What Paul is saying is this, I preach because I want to preach because God called me to preach. Azt mondja, hogy én azért prédikálok, mert erre lettem elhívva, mert Isten ezt, ezt akarja tőlem. This is God's will definitely. for my life, and He says, I will do it. I'll pay to do it, basically, is what Paul says here. I even paid. Paul would pay to uh -huh. get to preach. Tehát, you know? ez, ez, ez tenni, is azért, this is, Paul's not doing this because you know, he loves to be called apostle. And he loves the really good, comfortable salary he gets every month. És minden fizetésével,

Mert az ő jutalma az, hogy ő önként odatta magát erre a szolgátra. Was a Maga az, hogy taníthatott, az neki egy kiváltság volt. It wasn't his job. Nem a munka köre volt oh, ez a pozíció. I gotta go start another church. Jó, most mennem kell már egy új gyülekezetet alapítani. I'm an apostle, that's what hát, I mert apostol vagyok, úgyhogy ez a dolgom. It was a joy for him. Nem, számára ez öröm volt. He, he would rather die than to take money In the sense of like, you know, people thought he did it just for the money. <inaudible> now, let me be clear with you. Paul did not get money from the Corinthian church. He did get money from the Philippian church. The Corinthian gyülekezet did not support viszont a the Philippian church supported him. Uh, they, and he didn't ask. Ő nem kérte erre. They just said, Hey, Paul, we're giving this to you. Ők csak és azt mondták, hogy, pál, mi and he said, téged. No, 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 it's okay, I'm fine. They said, No, 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 we don't care. And they allowed him to stop. Working in Corinth and, and full-time service. That, friends, is a very good model. Verse 18: What is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát, anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. Calvary Chapel within A mai tanítás néhány alapelve szeretném bezárni, ami itt a mi golgota gyülekezetünkben érvényes ezzel a témával kapcsolatban. I Ugye az egyiket már elmondtam, az az, hogy, hogy a célunk az, hogy ne manipuláljunk senkit, ne befolyásoljunk senkit. We don't believe God is broke. Mi nem hiszük, hogy, hogy Isten anyagilag a segítségünkre szorul. There are always times

a gyülekezet keretein belül, és akkor meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy tényleg van-e lehetőségünk anyagilag arra, hogy ez, ebbe az irányba elinduljunk. We only have two Ilyenkor, amikor ez elkérdés előjön, akkor okay. két opciónk van. Now, some places have a third option. The third option is just push the people. Keep pushing van, keep pushing Van, ahol van egy them. harmadik opció is, ami azt jelenti, hogy nyomást kell gyakorolni az emberekre. Little bit more, el. little just, It you picit know, picit jobban, ring the water out of the towel. Just a little a bit more. oda kell taposni a gyakokra és a kóbajt adakozni. That's not an option for us. We only have two Számunkra options. Számunkra ez nem opció, nekünk csak kettő van. If we want to do something that we believe is the Lord or, or, or we'd like to do something and we can't afford it, here are two options. Hogyha mi úgy hisszük, hogy valami van, amit az Úr szeretne, hogy megtegyünk, de be meg kell vizsgálnunk azt is, hogy van -e elég forrásunk ahhoz, akkor a következőt tesszük. Option one. Az első opció. Don't do it. Nem tesszük, ha nincs elég anyagi forrás. You don't have the money. Don't do it. Ha nincs pénz, akkor nem csináljuk meg. Oh, we could push the people. Nope, it's not an option. Na, de ezt kiszoríthatnánk az emberekből. It's not important. Nem, ez nem, ez nem opció, ez nem választási lehetőség, ha nincs meg a, a, fedezet, akkor nem csináljuk meg. Our second option. A második opció ilyenkor.

Ugye amikor megnéztük, hogy milyen költséggel jár az, hogy egy ilyen nagyobb nagyszabású rendezvényt, vagy evangelizációt tartunk, valamint mit jelentene elindítani egy gyülekezet és, gyülekezetet, és mondjuk egy fél évig még támogatni Paying rent, doing, you know, sending worship team. Ugye, hogy különböző, hogy dicsőítő csapatnak kell mindig majd oda mennie, hogy ott lesz bérleti díj, amit fizetni kell. It was going to cost a little under two million forints. Úgy, úgy kalkuláltuk, hogy majdnem körülbelül két millió forintba kerülne ez. And just so you know, at the end of a month here at the church, we don't have two million forints

Ekkor nekünk egy döntést kellett hoznunk. Don't do it is one option. Ugye az egyik az volt, hogy egyáltalán nem nem indulunk el ebbe az irányba. Vagy elindulunk, és mindeközben az Úrba bízunk.

And we didn't feel the need to keep De nem éreztük arra szükségét, hogy továbbra kell presszionálni no. titeket, hogy adjatok. Mert az Úr gondoskodott. Az anyagiakról God Ilyen egyszerű volt, hogy Sometimes we have to take steps of faith, even if it's not there. Van, the amikor tényleg hitbe kell lépnünk, még akkor is, hogyha nem látjuk, hogy mi lesz a, hitlépés után, mi fog történni. Our, the churches in Hungary, the Golgotha churches across Hungary. Maga a Golgotha gyülekezet, tehát a gyülekezetek összességeit Magyarországon.

És ez egy jobban meg is történik. And that's a good thing. És ez egy jó dolog. És a legutolsó final, gondolatom. This Ez a gyülekezet egy adakozó gyülekezet. If you're new here, Ha új vagy itt. And you're thinking Why did I come this És arra Aztán, ma, miért is el ide? I'll tell you why Elmondom, hogy miért. You get to hear that this is a group of Christians who are giving. Hogy hogy olyan, these They're not stingy selfish people. Ezek nem önző és You're not I, I, have, I, don't, I have no desire to tell you you need to give more. Olyan, mondja, hogy, kéne, you probably will never hear me say you need to give less. Azt, azt se fogjátok hallni tőlem, hogy kevesebbet adakozzatok, mert már túl sok van. God is on the throne, Isten van a trónon, és ő érted van,

És akkor szabad And don't feel guilt. És nem ne érez lelkismert fordulást, vagy bűntudatot. Feel opportunity. Hanem ezt nem bűntudatként érnek, hanem egy lehetőség We are a part of a great thing here. Mi egy nagyon nagyszerű dolognak vagyunk a kellős közepébe, right annak now a We sem. support about seven or eight missionaries. Most 7-8 missionárius támogatunk. Uh, I'm not creating some program right now, but I think we should be supporting 20 missionaries. Én nem valami programot yeah, hirdetek no, most meg. It's not csak 20 íg, by the end of the year. I'm not doing that. Uh, not right. az van, hogy majd év 20 kell támogatás ez a cél, de jó lenne ha többet let's, is tudnánk. Hogy még több embert tudjuk kiküldeni. Let's start more Kezdjük, eh, még több új gyülekezetet. Ne legyen soha hogy a pénz az ami megbukik valami. Whether Vagy van pénzünk valamire vagy nincs, nem szabad hogy ez döntse el, azt hogy teszünk-e sem. We serve Mert mi az urat szolgáljuk. We had a team go to Romania. Van egy Outreach csapat, team. aki elment uh, evangélizálni Romániába egy-két hete. They got their bill at the end of the week, and they were $400 short. Uh, a, a hét végén, amit ott töltöttek, annak a végén kiderült, hogy mennyi a költség, és 400 dollárra kevesebbjük volt. They went out to pray. Úgyhogy uh, elkezdte kivátkozni. They, were, they, didn't have $400. Nem volt náluk az a 400 dollár, ami kellett. Nobody had, had $400 on the team. Not uh, even close. Olyan fajta volt, hogy senkinek nem volt and they were walking dollár. out outside. Uh, kimentek, in the, in uh, the compound uh, area. they were Praying. Imádkozva. And somebody found four hundred dollars. And somebody found four hundred dollars. Now listen. They went around to everybody at that compound to say, "Is this your money?" de megtalálták a pénzt, és mindenki az oda mentek azon a környéken, aki ott lakott, hogy nem ő el a 400 dollárt. Mielőtt dicsérték volna az urat, hogy megtalálták a 400 dollárt. Well, like, you know? hogy, mert hogyha ott van valaki, aki felveszte a ruhangát, hogy elvesztette a pénzét, akkor nem feltétlenül az urat dicsértjük like, oh, a pénzét. Húha, we'll uh, uh, hát, szegény elvesztette no. a pénzét, ivádkozunk majd érte. Mindenkit, mindenkit megkérdeztek, hogy nem ő vesztette el a 400 dollárt. No, 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 senki, no, senki no, nem vesztette no. el. Half the day, nobody lost tehát egy fél napon keresztül keresték a gazdáját a pénznek. It the Lord. The ez az, ez az, az úr, provided. Ez az úrtól jött, ő gondoskodott róluk. Then, after they did all that, they could say, blessed be the name of the Lord. És miután ezt a féllapos járást megtették, utána mondták azt, God hogy legyen áldott az úr Isten gondoskodni akar Trust rólad. Him. Bíz benne. Father, thank you for your word. Atyám, köszönöm a te and help us to trust you in all things. Because you, Lord, are trustworthy. In, in Jesus' name. Jézus Amen. God bless you guys. Have a great week. Legyen egy